Sziasztok! Itt vagyunk a Soroksári vasútállomáson, ami a kelebiai vonal felújításának része, avagy hívhatjuk Budapest-Belgrád vonalnak is, hiszen a vonatok majd egészen Belgrádig fognak közlekedni. Most pedig megnézzük, hogy itt Soroksáron hogyan állnak a munkálatok. Ott a vasútállomás fel van állványozva, előtte pedig látszanak már a lifteknek a helyei, illetve a vasútállomás előtt már a peron is részben megvan. Az eredeti tervek szerint 2025 júliusára kellene elkészülni ennek, de hát ez biztosan nem lesz meg. Hiszen itt lesz majd még egy aluljáró is, amit majd kicsit arrébb láthattok, hogy pontosan hol is fog épülni. Itt már megvan az új sín a betonaljakkal, de csak egy darabon, hiszen a vasúti átjárónál ott már nincsenek meg a sínek. Itt vannak már az új oszlopok, meg lerakva is van egy csomó, de még felső vezeték az nincsen. Előttem a távolban láthatjátok a Vecsés úti átjárót, az pedig a felújítás után meg fog szűnni, hiszen épülni fog itt egy új közúti aluljáró, itt láthatjátok épp, most értem ide, ez már annak a része, itt a vasúti sín mellett. Itt fognak majd járni az autók, és majd épül mellé körforgalom is, tehát egy elég nagy terület kell ennek, ezért házakat is bontottak el, amit majd láthattok is a Vecsés úti átjáró mellett. Itt van ez az a terület, ahol elbontottak néhány házat, mert majd valahol itt fog feljönni az út az aluljáróból. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett.